A jelenleg intézhető 400 ügytípust a kormányzat a közeljövőben 2000 fölé kívánja emelni. Az újonnan átadott kormányablakok pedig nem csak a helyben lakóknak, hanem a környező települések számára is jelentős ügyintézési könnyebbségeket jelentenek. Közelebb hozza az embereket az ügyek intézéséhez, tehát nem kell már most megyeszékhelyre vagy nagyisten régió székhelyre elmennünk, hanem a járási hivatalban is lesz lehetőség az ügyek elintézésére, gyorsan, hatékonyan, és én úgy gondolom, hogy ez a lényeg, tehát az ügyfelek gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálása, minél nagyobb megelégedéssel. A város életében pedig ugyancsak egy fontos esemény, hiszen egy újabb funkcióval bővül Baktaló rendháza. Eddig is körzetközpontok voltunk, közigazgatás, oktatás, egészségügy terén, és ez a kormányablak csak tovább erősíti a kisváros, a közel 4000 lakosú kisvárosunk körzetközponti funkcióit. A közigazgatás átalakításával a kormány célja, hogy az ügyintézést a lakosság számára elérhető közelségbe, az élessávú internet segítségével pedig akár a saját otthonába is elvigye, mondta el a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. Ez egy fejlesztés, ami nemrég indult az államigazgatásban. Ennek az a lényege, hogy a kormányzati portálon, tehát az ügyfélkapon keresztül lehetősége van az ügyfeleknek online videókapcsolatot teremteni az ügyintézővel, és így az otthoni gépükön online segítséggel végighaladhatnak egyes ügymeneteken. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy webkamerával és mikrofonnal felszerelt munkaállomások kerültek a kormányablakokba, így akár a helyiek segítenek a helyi ügyfeleknek a távolból, de természetesen az internet következtében ez nem mindig van így. Az okmányirodák már az idei évtől kezdve megkönnyítették a lakosság életét, ugyanis a korábbi hivatali gyakorlattal ellentétben a kormányablakokhoz benyújtott kérelmeket az ottani ügyintézők továbbították az illetékes hatóságoknak. Ahogy azt a Nagykállói járási hivatal vezető Karakó László elmondta, ezzel nem álltak meg a fejlesztések. A fő irány az, hogy otthonról lehessen ügyeket intézni, valami hasonló módon, mint akár a banki szférában már ez egész jól működik. Ennek nyilván nagyon nagy szoftver és hardware igénye van, ami pénzügyi forrás is, meg a műszaki feltételeket megteremteni. A másik pedig egy középkori történet, hogy a munkatársaim, úgynevezett ügysegédek utaznak azok a településekre, ahol nincs okmányiroda. Tehát itt a Nagykállói járásnál 8 település van, ebből 2 város, Balkány, ahol vagyunk, és Nagykálló. Nyilván az okmányirodák felszívják ezeket az ügyeket, de a többi településre oda megyünk. Simon Miklós országgyűlési képviselő a balkányi átadást követően elmondta, a választók körzetében az idei évben várhatóan még egy további kormányablak nyílik, ezzel 5-re növelve az egyszerűsített ügyintézőhelyek számát. Most szerdán délután Újfehértón adjuk át az 5. kormányablakot. Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy Nyírbátor, Nagykálló, Máriapócs és Balkány után az 5. Újfehértón fog megnyílni. A Nagykállói járás területén 33000 állampolgár lakik, azonban az ügyfélkapuk lakóhelyhez való kötöttség nélkül képesek elintézni az állampolgárok ügyeit, tette hozzá a képviselő.